hagyományosan jó. Hát valóban így van, hát azt mondanom se kellene, hogy a nagypályához hasonlóan a déli országoknak a csapatai, akik ugye szinte labdával születnek, és aztán a lehetőségei korlátlanok, hát nagyon tudnak kispályázni, nagyon tudnak varázsolni, és ebből a szempontból hát mondhatjuk azt, hogy szerencsések vagyunk, de hát hogy igazából akkor örüljünk, hogyha ezt az ukrán csapatot kiverjük, de tényleg, ahogy említettek is, hogy független attól, hogy tovább jutunk, vagy sem, ennek a sportágnak élni kell, és menni kell tovább, és ez a generáció már megtette magáit. Ez így van. Az már, hogy ide jutott a magyar válogatott, óriási eredmény. Én gondolom, hogy nagyon sokan fogják nézni ezt a közvetítést, és várjuk is a kedves nézőktől az aktív közreműködést, tehát 06 30 30 30 001, és ott látható természetesen az e-mail címünk is, tehát várjuk az észrevételeket és a kérdéseket Nyilasi Tiborhoz. Most reklám következik, és utána már kapcsoljuk a helyszínt, ahol Matusz Krisztián valóban kommentátorként közreműködik. Műszaki áruházlánc. Jó estét kívánok, kedves nézők, és nagyon jó szórakozás, illetve szurkolás mindannyiunknak. Jönnek a csapatok, és fantasztikus már most a hangulat így gyöngyösön. Remélhetőleg lehet ezt még fokozni. Minden esetre a magyar válogatott két gólos hátrányban, tehát apait, anyait bele kell adni ezzel a rendkívül jó ukrán válogatott ellen. Horváth Attilával, az MLS utcán felügyelő elnökségi tagjával figyeljük majd a mérkőzést, aki ott volt Ukrajnában. Beszéljünk néhány szót arról a mérkőzésről, Attila, még a himnuszok előtt. Szóval milyen tapasztalatokkal lett gazdagabbak, mert a végéről tudunk, arról, hogy lehetett volna döntetlen is akár. Jó estét kívánok! Hát Harkovban kétszer ennyi néző volt, és felejjen Harkovban. Tehát remélem, hogy ez egy kérdés. A 21-en másodpercben 101-es helyzetet hibáztunk el, és 14 másodperc a véget kaptunk a harmadik gólt. Ez engem nagyon idegesít, és jobb lenne 2-1-el kezdve a mérkőzés, de remélem, hogy a fiúk ezt a hátrányt is megtalálják. Most a himnuszok. Kérem, kedves közönségünket, most együtt, mindnyájan énekeljük el a magyar himnuszt.
Eszterházi Mártot és Ragadics Ferencet láthatjuk, akik az MLS képviseletében készülnek arra, hogy köszöntsék az 50. válogatottságát ünneplő Szabó Zoltán, 75. válogatottsága alkalmából Lódi Tamás, illetve a 100-szoros válogatott Baranyai Pált. Láthattuk egy villanásra Kozma Mihályt, aki azon csapatok közé sorolta az ukrán válogatottat, amellyel szemben van esélyünk a továbbjutásra, hiszen az ukránok a kiemeltek közé tartoztak, míg mi nem, és volt néhány válogatott, amelyet semmiképpen sem szeretett volna megkapni ellenfélként a magyar csapat, például az olaszok, a spanyolok, vagy éppen a portugálok tartoztak ebben a körben, ha jól tudom, és az ukránok nem. Lódi veszi át közben az emlékplakettet, Szabó Zoltán már megkapta, és Baranyai Pál is természetesen óriási tett utcában is, hogy százszoros válogatottnak mondhatja magát valaki azzal együtt, hogy bizonyos időszakokban persze így sűrűbben lépnek pályára a csapatok. Egyébként annyit még, hogy Tóth Szabolcs, a magyar válogatott csapatkapitánya végül vállalta a játékot, valóban nem jött teljesen rendbe a térde. Itt a lengyelek elleni mérkőzésen gyöngyösen nyúltak meg a térdszalagjai, korábban is küzdött már a térdével, aztán visszatérve Székelyudvarhelyre, még rásérült, azóta nem lépett pályára, de úgy gondolta Kozma Mihály, hogy a csapatkapitány szellemiségére szüksége van a válogatottnak. Egyébként pedig Tóth Szabolcsot még egy családi tragédia is ért, a közelmúltban veszítette el az édesanyját, de mindenképpen szeretett volna ott lenni ezen a mérkőzésen a pályán, hiszen ahogyan arról már volt szó, többek közt ő is azok közé tartozik, akiknek minden bizonnyal ez az utolsó esélye, hogy pályafutása során világbajnokságon játhasson. Éppen ő választ egyébként Filipivvel, aki az ukránok csapatkapitánya, és aki megmaradt hírmondónak a 2004-es világbajnokságon, 6. helyet elért csapatból. Ott tovább jutottak a 16 közül, a 8 közé az ukránok, ott csoport 3.-ként zártak, és ez egy óriási eredmény egyébként. Kétszeres Európa bajnok, ez is érmes csapatról van szó, a 2001-es és a 2003-as EB-n voltak másodikok. A tavalyi Európa bajnokságra is eljutott az ukrán csapat, de ott csoportjában mindössze a 4. lett. De azért hozzá kell tenni, hogy generációváltás közben vannak, tehát egy fiatalabb csapat ez, mint amely korábban a nagy sikereket elérte. Ugyanakkor a szövetségi kapitányuk Gyenyedi Iszencsuk korosztályos világbajnokságot nyert 1998-ban és 2004-ben a fiatalokkal, szóval van utánpótlás Ukrajnában, egy 14 csapatos bajnokság, amely rendkívül kiegyensúlyozott, ez áll a válogatott mögött, és ez azért óriási előnyt jelent a válogatásnál, illetve a nemzetközi kupakoronra való kilépéskor is. Fehérmezben láthatjuk majd a magyar válogatottat, amelyből hiányzik Balázs Zoltán, a kétszeres világválogatott kapus, aki amikor a magyar csapat eljutott az Európa bajnokságra, a kontinens torna legjobb kapusa volt. Viszont a vendégek közül Csepornyuk nincs itt, ő a legutóbbi Európa bajnokságon 3 góljával a legeredményesebb volt az ukrán csapatból, szóval nem hiányzik nekünk olyan nagyon. Ebben a pillanatban megkezdődött a mérkőzés, a miénk kezdték a játékot. Agresszívan, letámadással igyekszik majd nyitni a magyar válogatott, ahogyan azt Kozma Mihálytól hallottuk, és a többit már az eredmény is meghatározza, de azt mondta, hogy a 8-10 perc környékén mindenképpen szeretne visszaállni a csapat. Gyurcsányi lőtte el a labdát, bent van a miénk legjobb sora, a székelyudvarhelyi sor, Tóth Szabolcs, Madarász, Gyurcsányi, illetve Lódi, a kapuban pedig Tóth Gyula. Az a Tóth Gyula, aki egyébként a szenzációs életét helyzetesítette a lázolót. Nem tudom, hogy így, sőt, nem ők azt, hogy ő sem kap,
ledarazni, csak Immelámmal támadja. Gyurcsányi. Nóca volt, játék hiánya van, de fizikailag rendben, legalábbis a jelek szerint, ezt mondta róla a Kozma Mihály, ami a közés megelőzően. Gyurcsányi. Kurszov mellett teszi előre, Madarász. Tovább pusztolná még a labdát, nem szabálytalankodik végül. Lisztenko egyébként az ukránok kapujában. Bent van náluk Filipiv, a csapatkapitány 13-assal. Aztán Kurszov, a már említett Zadorozsny, illetve Zamjatyi. Madarász lövi el a labdát, Lódi. Abban bízott egyébként Kozma Mihály, hogy miután sokkal fiatal játékos az ukrán csapatban, ez a közeg megzavarhatja őket és megfoghatja őket, hiszen itt nagyon-nagyon közelülnek a játéktérhez a nézők, rendkívül hangosak, ráadásul nem biztos, hogy ehhez hozzászokhattak az ukránok, sőt. Gyurcsányi, Madarász, Gyurcsányi ismét. Madarász Gyurcsányi irányába, el is jut végül hozzá. Aztán viszont szabályosan választják el a labdától az ukránok, és Madarász sem ér oda időben. Zadorozsny. Kurszov. Filipiv. Madarász mellett gurítják tovább a labdát, egyébként a játékvezetőket megmutattuk, de nem esett még róluk szó. Spanyolországból érkeztek a világ és Európa bajnok válogatott otthonából. Ők tehát a legmagasabb szinthez szoktak a klubfutball tekintetében is. Tóth volt egy elegáns mozdulat. Miénk a labda? Oldalrúgással hozhatjuk játékba. Ilyenkor csak a rendkedvéért áll az óra. Lódi. Le lehet passzolni. Lódi. Az első veszélyes lehetőség, de most vigyáznunk kell, mert hárman vannak az ukránok két magyarral szemben. Madarász. Visszazártunk végül. Gyurcsányi. Nem tudja megtartani Filipivvel szemben. Fel is teszi a kezét, elnézést kérve. Ennek az ukrán csapatnak is a kontrajáték az erőssége. Tehát ezért kell figyelni hátul, hogy kéne alakulni. Ha Lódiról beforogtak most, Kurszov, aki ellenünk ugyan nem lőtt gólt, ellenünk Zamjatyin, Rogacsov, illetve Makajev volt eredményes, de egyébként három gólos volt a selejtező tornán, amelyet persze megnyertek az utánok. Izrael ellen 4-1 volt a végeredmény a javukra. A moldávokat 4-0-ra, Bulgáriát 6-2-re verték. A mi eredményeinkről tudunk, de azért a retkedvéért Macedónia ellen 3-0, Anglia ellen 15-0, és a csoport döntőn a lengyeleket 6-2-re vertük, szenzációs hangulatban, szenzációs játékkal. Tóca volt, el lehet lőni Madarász. Sajnos nem találja el a kaput. Sort cseréltek időközben az ukránok, bent van az a Rogacsev és Makajev is, akik gólt lőttek Harkovban. A miénknél várhatóan ez a székelyudvarhelyi 4-es lesz fent a mérkőzés nagy részében, amíg a szupla bírja, vagy amíg szuplával bírják. Tóca volt, most átadta a helyét Szentének. Makajev. Ő minden egyes mérkőzésén ebben a sorozatban gólt lőtt az ukrán válogatottnak, egyébként pedig Oroszországban profiskodik. Szilcsenko. Vahula. Bent van most már Németh Péter is. Az első sor felét, tehát lecserélte a magyar válogatott. Lódi és Gyurcsányi maradt meg hírmondónak. Én az ukránok minden lélektani hatvizelésre vetettek a kinti mérkőzésre, és meg itt van is. Egy átszállásnál irány repülőnket várni a csapatnak, és nagyon fáradtan edzés nélkül a
Igen, állítólag baj volt a labdával, a játéktér méretével, ugye ne felejtjük, megrendeztünk már itt egy selejtező tornát, akkor még nem volt semmi gond. De végül azzal a labdával játszanak, azzal a típusú labdával a csapatok, amit a magyarok szerettek volna, a játéktérről nem is beszélve. Bent van most már Baranyai, és bent van 9-essel Nagy István, aki megsérült itt a selejtező tornán, tehát igazán tevékeny részese, akkor sajnálatos módon nem tudott lenni a miénk szereplésének. Most viszont itt van a második sorunkban. A kapus által felpasszolt labdára lecsapnak a miénk. Szente nagyon szorongatott helyzetben. Okos megoldás. Baranyai. Németh Péter. Szente a vonal mentén. Nagy István mérgelődik. De nem olyan nagyon, hiszen a miénk a labda. Egyébként az ukránok kivédték azt, hogy gondjuk legyen az átszállással, hiszen nem repülővel jöttek érdekes módon, hanem busszal. Közel egy napot buszoztak. Németh Péter itthon már ismerik ezt a cselt, a futszál bajnokságban ez az átlépős csele. Azonban az ukrán játékos nagyon-nagyon becsapta vele. Persze itthon is bejön azért meglehetősen sűrűn. Az első csapat szabálytalanság a negyedik percben járul. Nagy István állította le a labdát. Ő a Mezei Vilt, tehát a Berettyó újfalú játékosa, a magyar lista vezetője. Németh Péterhez próbálta odalőni erőből, Vahula lépett közbe. Óriási dolog, nem ez a sorunk tudna egy volt, négy volt találni. Baranyai. Szente, Németh. Vissza Szenténnek. Ennek a sornak valamennyi tagja egyébként ide-haza játszik, Németh Péter. Jó megoldás, Németh a jól kezd. Ő egyébként az ülő csőmontás játékosa. Ő nagyon várt, hogy játszott, hogy hallottak az Németh Péter. Érdekes módon az ötödik székelyudvar helyen játszó mezőnyjátékosunk Szabó Zoltán nem kapott helyet a második sorban sem. Németh veszi át közben a labdát, belecsúsznak. Rogacsov mentett. Az első gólnak elvileg döntő jelentősége lehet. Ha mi szerezzük, akkor hatalmas lépést teszünk a továbbjutás felé. Ha az ukránok, akkor viszont kedvükre kontrázhatnak. Baranyai! Beszorítjuk őket, levágódik a Németh lövése után a labda. Igen, csak feltüzelve játszik ez a sorunk, szerencsére szükség is van erre. Németh. Hiba. Németh viszont visszaér. Most kell figyelni. Tóth Gyula. Meg volt az első védése, komolyabb védése a magyar kapusnak is. Rogacsov. Jöcsenko indul el. Baranyai. Másodszor már nem tudják becsapni, és ezt Tóth ér. Baranyai teszi előre a vonal mentén. Cserélnek az ukránok, és cserélünk mi is. Itt van még egyszer Tóth Gyula védése, a rövid sarkot vette célba Vakula. Visszajött az első soruk, és visszajött a mi első sorunkból Madarász. Jenagyi Liszencsuk 1994 óta irányítja az ukrán futszál válogatottat, tehát ő képviseli az állandóságot a csapatban. Madarász! Meghúzzák a labdát! Azt hiszem, hogy legalább sárga lap, de lehet, hogy kiállítás.
sárga lappal megúszta. Az után megúszta. Itt tessék figyelni, Madarász elviszi a labdát, és visszarántják. Gól helyzetet akadályozott meg ezzel Filippin. Azt hiszem, hogy itt a kiállítás is jogos lett volna. Én magam is így érzem, de hát nyilván ebben benne van némi elfogultság is. Madarász beszélget még a spanyol játékvezetővel. Ő is úgy érezte, hogy ez kiállítás lett volna. Madarász a labda mögött. Bent van most már Lódi és Dolcabolcs is, bent maradt még Baranyai. Madarász, Tóth mellett ment el a labda, okos gondolat volt. Lisenko kidobása. Kurszavat próbáltuk becsapdázni, Filippin. Lódi mellett, óriási volt. A hatodik perc elején ez az oly fontos első gól, az ukránok lövik. Nagyszerűen eltalálta Baranyai, szinte az egész rövid sarkot takarta, pont ott elment a válla fölött a labda. Valószínűleg Tóth Gyula is elég későn vette észre. Sajnos Ukrajnában az első gól hasonló volt, ugyanígy a Baranyai Kalit takarásából a kapus nem láthatott a lövés. Jó volt az első találat. Nem tudom egyébként, hogy miért nem jött vissza a teljesedés az első sorban. Úgyhogy sajnos volt a pályán. Erre is számított egyébként Kozma Mihály, nem arra, hogy mi kapjuk az elsőt, hanem arra, hogy az ukránok ellen nem lesz könnyű, sőt, szinte lehetetlen megúszni kapott gól nélkül. Madarász. Annyit egyébként, hogy a csoport elsőket úgy sorsolták össze, hogy eddigi eredményeik alapján 6 csapatot kiemeltek, és a másik 6 gárdát hozzájuk sorsolták. Lódi orra előtt megy el közben a labda. Nos, az úgymond kiemeltek közül eddig mindenki tovább jutott. Az oroszok már idegenben eldöntötték a fehér oroszokkal szemben. A spanyolok oda-vissza nagyon megverték a bosnyákokat. Ma pedig 2-2-t játszott Romániában a cseh válogatott. Csehországban 1-1 volt a végeredmény, idegenben lőtt több góljával Csehország jutott ki a világbajnokságra. Egyébként 2-0-ra vezettek már, és a románok onnan álltak fel, sőt a győztes gólt is majdnem megszerezték a végén. A portugálok nagyon megverték a szlovénokat az első meccsen, az olaszok 3-mal győzték le a horvátokat, tehát minden bizonnyal ezek a párharcok is eldőltek már, tehát ilyen nehéz egy kiemelt csapat ellen szerepelni. Igen, a csodára ezen az egy meccsen van esély. Azt mondom, azt lehetek számítani, hogy egy gólt kapunk, tehát a 3 gól belőlése nélkül nincs esély. Semmilyen gólt nem jó kapni, de ez most aztán tényleg nem jól jött. Zamiatin gurítja haza a labdát Lisenkónak. Lódi. Pont az ukrán kispad előtt állították meg Lódi Tamás talpon. Az ukrán szövetségi kapitány, aki cseréhez készül. Madarász. Végül most már 2-3-an vették körbe. Madarász és Filippin. Madarász Jánosnál marad a labda. Ez az. Tóth Szabolcs. Gyurcsányi.
Lodi. Ügyes, Madarász. Lodi elcsúszik. Tóth érkezik. Filippivről pattan ki a labda. Indulnak az ukránok. Eszkolt Gyuláé. Egyelőre nem tudtak cserélni egyébként a vendégek, pedig már szeretnék levinni ezt a sorukat, mert nincs náluk a labda, most egyesével talán. Eljött Vahula. Tóth. Madarász fordulna rá. Néhány métert előre jutottunk. Egyébként ebben az esztendőben nem csak ezen a felejtező mérkőzésen találkoztunk, nagyon szép mozdulat volt egyébként az imént itt, hanem hoppá, megadta a büntető, kész volt. Filippivi, és akkor mondja, hogy hosszabb volt, hogyha kezelés volt, és büntető jár ért, akkor lap is járna. Ott pontosan tudja, hogy Filippivinek már van sárgája. Igen, ez érdekes, a szándék is akkor kapatlan már kis sárgát. Madarász János állította le a labdát. Sokat nem látunk belőle, villámgyorsan zajlottak az események. Madarász. Úgy van! Egyes! Hetedik perc! Egyenlít a magyar válogatott. Ez nagyon kellett. Szóval Harkovban sikerült egy gólt lőnünk az ukránoknak, előtte Jekatyerinburgban egy 4-es tornán nem, ott is 3-at kaptunk azonban, akkor 3-0 volt a javunkra. De rengeteg helyzetet kialakítottunk is, tehát a helyzeteink meg voltak, valóban nem sok egy gólt lőni. Nagyon sok tud akkor, hogy helyzeteket 0%-kal használjuk ki. Ez jelenthetné a különbséget a mai mérkőzésen az eddigi kettőhöz képest. Gyurcsányi. Itt van még egyszer, közben Madarász büntetője. Elmozdul a kapus az egyik oldalra, mi más tehetne? Szente. Kicselezte magát Szente Tamás. Csak vigyázzunk, mert egyelőre még az egyik ukrán szabadon van. Most már ott termett Lódi. Már számol a játékvezető, ilyenkor el kell végezni az oldalrúgást. Vahula. Megfújja ezt is. A spanyol bíró. Gyurcsányi szól oda. Szente nyugtatja előbb a bírót, aztán csapattársát is. Gyurcsányi felfoghatná most már a száját, mert még a végén megjárja. Túlfűtött állapotban Gyurcsányi volt. Leviszik, talán jobb is így. Szilsenko a labda mögött. Nagyon veszélyes. Egyelőre még nem úgy állnak a többiek, ahogy ő szeretné. Biztos, hogy egy figurát fognak játszani. Ajaj. Igen. De nem érvényes a gól. Nem adják meg! Sárgala! Kicsölött elvégezték meg. A kapu mögött futott át, érzésem szerint ezt vették észre. A kapu mögött futott át Makájev, és utána, hogy mit csinálták, azt nem tudom. Onnan újra el kell végezni. Oda kellene figyelni. Németh Péter is látta egyébként. Na nézzük, mi történt. Thank you.
de csipolt már a játék között, az látszik. Szégyen, nem szégyen, ezt a kapu mögötti mozgást nem tudom hova tenni. Lehet, hogy azzal volt a probléma. Ja, ott már csípol, ott már valami igen, nem volt rendben. Azt tudta ki, azzal volt a gondja, így van. Rogacsov, most csak lehúzza a talppal, más kellett ugyanis kieszelni őt az ukránoknak, és ez már nem is ült olyan nagyon. Ő ez most óriási szerencse. Az is kell ahhoz, hogy itt sikerüljön esetleg a bravúr. Vakula. Rogacsov. Elvétik, Szentek pedig hagyja, hadd guruljon ki. Az volt érdekes egyébként harcunkban, hogy rendnek játszottak az utmának, és amikor gólt lőttünk, utána teljesen 10 percre megzavarodtak, tehát mondjuk benne, hogy ez most is így lesz. Szente! Hogy Gyula nem rúgja el vaktában, Baranyai. Német, Szente! Baranyai. Baranyai, Német teljesen üresre játsza magát, belecsúsztak ebbe is. Vakula mentett óriási, pedig Németnek jó a rúgó technikája. 3-2-ben mehettek most az ukránok. Tóth! Óriási védő. Rendkívül fontosságú. És meg kell nézni, hogy az előtt labda után hogyan kontráztak hárman rögtön. Néhány másodperc a gól helyzetbe kerül. Ez az, amit tudtunk, de hát bármennyire is tudja a szakvezető, tudják a játékosok, ha valaki jól kontrázik, akkor nehéz ellene bármit is tenni. Vissza kell ülni a helyére Lisencsuknak, a szövetségi kapitánynak. Zamyatin. Szente szerzi meg, Baranyai. Ott nehéz lesz, fordítani kell, így van. Német. Nagytól kapja vissza Német. Baranyai. Filippi támadja, Német. Szente. Szente, Német megtorpant egy pillanatra, amikor látta, hogy vele tart zavarozni, így aztán hosszú lett a labda. Szerintem meg kéne próbálni falcukat is kérdőszakolni, hiszen 3-6 van az ukrán csapatnak, és azért utáni büntető nagy elő lenne. Filippi. Kurszov, ezt a Gyuláé, megpróbálják megtámadni a magyar kapust. Sikerül is zavar kelteniük ezzel. Itt van, amikor átfut a kapu mögött Makájev. És már érkezik majd a képen a játékvezető, itt még nem látjuk. Akkor jó volt, igen. A miénk a labda. Jó személyezős van a játékvezető. Lódi. Bent van Tóth Szabolcs, Lódi és Madarász. Gurcsány még mindig nincs. Madarász. Lódi, el lehet lőni. Ez az Tamás, nem baj. Tóth Szabolcs is megtapsolja. Ez olyan helyzet volt, amikor nem léptek ki az ukránok, meg lehetett próbálni bátran. Egy kérdben élő magyar honvitás mesélte ki. Itt van egyébként most is a mérkőzése. Rendszeresen kiáll a Kiev bajnoki mérkőzésére. A kapus, aki a váltott első számú kapusa, nagyon jó kapus, de rendszeres
teljesen lefele véd, tehát leül. Tudják a srácok, tehát felfele kell kapusan bizony szituációknak. Filipiről ment ki időközben a labda. Sarok rúgással jövünk, és Lódi bemondja a madarásznak, hogy melyik figurát próbálják játszani. Szinte egymás gondolatát is ismeri ez a négyesünk, ne felejtjük. Lódi madarászta kapásra. Tocsabol! Ő, aki tudott volna fordulni, de nem tudott már elugrani a labda elől, pontosabban nem tudott úgy kifordulni, hogy kapu felé tudja belsőzni. Hát igen, ez a sérülés, ez még hát itt villám gyorsan kellett reagálni. Nem sokon múlott egyébként. Nagy színész az után egy szövetségi kapitán. Egy családi vállalkozásra válogatott, hiszen a fia menedzsere a vállalkozónak. Egykori kapusról van egyébként szó, aki a Dnipro játékosa is volt annak idején. Igyekeznie kell Lódinak, mert mögén kerültek. Tóth Gyula! Zamjatin küzdelt. Lódi. Nem hagyja, hogy Gyurcsányinak. Ott eljut Gyurcsányig, gyönyörű, így viszont vigyáznunk kell. Németh Péter szabálytalan. Zadorozsnyitől kér elnézést. Itt pedig Tóth lövése, illetve védése. Zamjatin lő. Ez a második szabálytalansága a magyar válogatottnak. Filipin szabadrúgása. Messze-messze elkerüli a kapunkat a labda. Filipin egyébként a Shakhtar Donetsk játékosa. Jó csengésű csapat név. Madarászt előzik meg. Kurszov volt az. Az látszik, hogy az utános is elkészültek magunk belőlünk az első meccs után, hiszen sokkal több lehetőséget tudunk dolgozni. Gyurcsányi, Elcseni, Lódi! Csodálatos lenne, hogyha a világbajnokságra való kijutással ünnepelhetne. Sárga lap közben éppen Lódinak. Lőtt már 4 gólt, többek között a selejtezőben az angoloknak, de például a brazíliai világkupán Argentinának, ami azért jóval nagyobb tett. Remek játék. Épp, hogy túl vagyunk az első félidő felén, és már mi minden történt. Ezt kell nagyon figyelni, hogy nehogy tudjanak válaszolni ukránok. Filsenko, madarász, Filsenko kezére pattan. Marad nálunk a labda, oldalról hozhatjuk játékba. Lódi kiabál mindenkinek, most már tudják a figurát a társak. Madarász elengedi, Gyurcsányi, madarász! Egy csúszást reklamálnak az ukránok, Kócsabolt. A negyedik szabálytalanságunk, lassan igyekezni kell, hogy ne legyen köbb. A hatodiknál gond van, onnantól büntetők jönnek. Igen, az
azért szurkoltam még az előtt, hogy nekünk legyen, és most hirtelen 1-4-re. Madarászról pattam, kapu felé a labdatól. Villámgyors vetődéssel. Gyurcsányi. Kicsúszik. Kozma Mihály. Németh Péter küldi be Madarász helyére. Madarász kérte egyébként a cserét, úgy gondolom. Gyönyörű húzogatás. Ujjj, oldaláló. Makájev. Félelmetesen gyorsan húzogatott, és aztán be is fordult. Kozma Mihály pedig időt kér. Érzi, hogy itt most jó lesz megtörni az ukrán csapat játékát. Szabálytalanságunk van, nem rohanhatunk most ész nélkül. Az a kérésen félpályára állunk vissza, vagy félpálya mögött a fekete vonalig körülbelül, és onnan most mi játszunk kontrára. Figyeljünk ezekre a szabálytalanságokra, ne passzoljanak fel bennünket! Lába a legkekülön, a centerek ne passzoljanak fel! Jó? Ennyi! Ha megvan, előre játszunk! Sürgebben kérdelünk képen! Beszélgettem a mérkőzés előtt Kozma Mihállyal, és említette, hogy a letámadásos játékban benne vannak a szabálytalanságok, tehát hogyha túl sok szabálytalanságunk jön össze, akkor vissza fogunk állni, ennek most van itt az ideje egyébként, hogyha hozzá is ért Tóth Gyula az imént a labdához, nem vették észre a bírók, úgyhogy ilyen hozhattuk azt játékba. Németh Péter, Tóth. Tóth Szabolcs passzát elcsípik, csak ne fordulj. Le. Felé viheti, mondta az előbb Kozma Mihály. Tiszta lövő helyzet. Mondatlan találta ezt szerencsénkkel Robertson. Sajnos két faltot feleslegesnek éreztem. Tehát nem mondan a játékban, hogy összeszedtünk. Lódi! Gyurcsányitól kapja Lódi! A jobb lábán volt sajnos a labda, de ezzel együtt megpróbálhatta volna tán. Tóth vigyázz, nehogy szabálytalanság legyen, nagyon határeset volt. Bakula, Makájev, Gyurcsányi lába között elcsúszik a labda, Madarász. Célra vezető megoldás. Tóth. Akkor már késő volt, amikor Gyurcsányi indult. Hát nem nyugodt az ukrán Gennady Lisencsuk sem. Filsenko. Tóth Szabolcs, labda volt. Ez a Szabolcs. Kritikus helyzetben állította meg Filsenkót. Rendkívül jó a szerelőkészsége egyébként Tóthnak. Ezt kamatoztam. Zamyatin. Filipin. Lövő helyzet. Oh. Elment Baranyai feje fölött. Lódi feje riasztál haza. Lódi. Látom az ukránok támadnak le. Igen, ez egybecseng egyébként a magyar taktikával, mi vissza akartunk állni, ők pedig épp a letámadást kezdték erőltetni. Baranyai. Gyurcsányi, Lódi. Baranyai. Gyurcsányi. Lódi. Megpróbálta volna spiccel érzésem szerint, de addigra odaért egy után.
ez kezezés volt bizony. És az ukránok köszönhetik meg a bíróknak, hogy ezt nem szúrták ki Zamyatinnál. Éppen 6 perc van hátra az első félidőből. Baranyai, Gyurcsányi. Kipattan-e a labda? Igen. Kapu felé csorog, Tóth Gyula azért visszaér még. Lódi, Baranyai. Nem ért hozzá Zamyatin. Filipiv, majd újra a csapatkapitány. Baranyai mellett indul el, onnan csak passzolhat. Szente és Tóth Gyula zárt össze. Szöglet variációjuk, Szente. Madarász, majd Lódi. Baranyai. Madarász szeretné megkapni, egy az egyben van az emberével. Húj, de kár érte. Beforoghatott volna, ha sikerül átvennie. Nagyon kevés ember volt, hogy helyzetbe kerüljön. Zamyatin. Zadorodni, majd Kurszov. Filipiv, ugyanaz, mint a gólnál, Szente. Filipiv, Baranyaival szemben, most lefelé indul. Hújha! Nem laposan rúgta most középre, és hogyha erre számít Zamyatin, akkor talán mellel is betolhatta volna a labdát a kapunkba. Szerencsére nem számított rá, vagy legalábbis nem tudott időben reagálni. Ne fogadnám fél eredményeket a mostani állást. Én magam is pont erre gondoltam. Harkonyban is a másik fél időben játszottunk jobban. Bízom abban, hogy most is így lesz. Filipiv Szentével szemben. Kurszov vissza Filipivnek. Zamyatin hibázik. Lódi. Kímátkoztuk a labdát, és Lódi most lemegy, ráfér már a pihenő. Kozma Mihály és a segítője Tóth Károly volt látható, Szente. Nagyon agresszívan letámadnak az ukránok. Kozma Mihály bőven már előbb el kellett volna rúgni véleménye szerint. Kurszov. Filipiv. Kurszov. Filipiv Nagy István mellett. Tóth Gyula, és aztán elkerüli a kapukat az ismétlés. Zadorodni, ezt megúsztuk. Óriási lehetőség maradt ki. Szente. Baranyai emeli föl, Nagy szépen megtáncoltatja a mellén, Németh Péter. Baranyai. Nagy István. Szente Bólint, hogy jó volt az. Filipiv nagyszerűen futballozik, futszalozik egyébként. Rááll az ember szája a futballszóra. Szente. Baranyaival vált. Nagy. Németh hátra. Szente, Baranyai. Az jó lehet. Nagy István. Sajnos egy picit hosszú volt neki. Ebben azért volt most elképzelés.
nehéz kijönni, hol letámadnak, főleg a második sorunknak. Baranyairól pattant ki a labda. Van még szűk 3,5 perc hátra az első félidőből. Rogácsok. Nagy István mellett. Vakula. Rogácsok. Vakula. Rogácsok megint elveszíti. Baranyai lépés előnyben. Baranyai. Be kell lőni. Nem volt rá. Kísért a múlt Harkovba, ugyanígy kilépett a baranyai kalit, ugyanígy egyedül vitte, és akkor fejbe rúgta a kapus. Itt már közel volt hozzá a kapus, arra pedig, hiszen ott voltak a nyomában, nem volt módja, hogy cselezzen, vagy legalábbis nem merte vállalni. Németh. Baranyai. Kipattan a nézőtérre Makájev. Most viszont legalább nálunk van a labda. Szente. Baranyai. Nagy. Szente éppen belépett a vonal mellől. Azért látszik, hogy az ukránok is idegesek, most már nem az első hibát követték, került a baranyai helyzetet. Igen, de úgy látom, megint váltottunk egyébként, és visszamentünk most ebben az akcióban legalábbis letámadásra. A Madarász Szente elől kikísérik. Marad fönn Madarász és Szente. Úgyhogy inkább vállaljuk a kockázatot, mint sem, hogy ennyire beszoruljunk. Mármint a szabálytalanságok kockázatát. Madarász irányába a feldobott labda. Szente. Azaz, Madarász. Kezezés ez is. Nem fújják be. Másodszor. Aztán nem bánnánk, de közel volt, és majd talán láthatunk róla később, amikor lesz módunk ismételni. Lassítás, hogy elég közel volt a testhez. Madarász! Nem tudja kipusztolni. Gyerünk vissza most. Makájev. Nincs szabálytalanság, labdánk van. Helyzeteink többségét ez a letámadásba érjük el. Madarász az első mérkőzésen Ukrajnában is rengeteg ilyen labdát szerzett. Jól lenne, hogy kicsit szerencsén lenne a helyzet kihasználásra. Ott volt a kezezés. Hát nem volt szorosan a teste mellett még az ukrán játékosnak a karja. Éppen akkor próbálta visszahúzni oda. Tóth. Lódi. Ez így érdekes lesz, ha ők itt letámadnak, és mi is. Tóth Szabolcs. Gyurcsányi. Jön a kapus, és letalpalja a labdát, és eltalpalja Gyurcsányi elől, aztán pedig védi a Lódi lövését. Hát ezek nagy lehetőségek. Rogácsov. Szilsenko. Nem szabad bántani. Rogácsov. Efelé nem tud cselezni. Nem volt ám rossz lövés. A rövid felsőt vette célba. Nem ért el Gyurcsányi lábát egyébként az imént, hiszen pont odaért még a kapus. Tóthnak kell figyelnie, Makájev a társ mögé. Rogácsov indult be a hosszú oldalon.
perc, 10 másodperc van hátra az első félidőtől. Lódi Gyurcsányi. Tóth Szabolcs indul el. Nem baj, rosszabbik lábával vállalta el. Ez olyan szituáció, amit mindenképpen így kell megoldani. Tódi, ajaj, magas láb. Kicsit lerúgták Tóth fejét. Kurszom volt az. Hozzasztóan veszélyes szituáció volt ez is egyéb iránt. Ha itt eljut a labda az ukrához, akkor nagy bajban lettünk volna. Gyurcsány előtt suhan el közben. A vendégek hozták játékba, hozzák játékba majd most. Filippi. Tóth, jól szúrt közben. Gyurcsányi. Bátrabban, kicsit bizonytalan volt a cselnél. Filippi. Szorítjuk őket hátra, hojjój, egymás zavarták a kapus, illetve Hurszov. Remektek az ukrán lábak most. Ezeket a hibákat kellene, hogy munkavára fordítani. Hurszov teszi vissza, Zamyatin. Madarász nyúl oda. Lisenkóval lerúgatjuk a labdát. Ott azonban üres ember érkezik, Lódi most messze volt. Filippi, vigyázni, hogy ne jöjjön befelé. Jön befelé. Nem értünk hozzá. Nem hagyta el a hatos területét a labda. Most viszont már igen. 15 másodperc a végéig, nagyon rövid a felívelt labda. Kár, hogy nekik ajándékoztuk. Ők viszont visszaadják. Németh Péter, el kell lőni. Van érkező ember, ketten is. Németh még. Németh. És itt a vége az első félidőnek. Talán megoldhatta volna első szándékból egyedül is, de így sem volt rossz. Soha rosszabb játékrész. 2-1-re vezető. Egy gól maradt a két gól. Markovban összeszedett hátrányból. Jön a szünetben az elemzés, aztán pedig jövünk vissza egy remélhetőleg hasonlóan hangulatos második félidőre Gyöngyösre. 2-1-es magyar vezetés a szünet. Vannak a nai mérkőzésen, de még nem léptek pályára, hogy sor kerülhet a bevetésükre, mert úgy tűnik, hogy nem bírja a lába. Az első sorban így Baranyai Pál került. Ennyi változás már is a mieinknél. Filippi. Nagyon pontos labda volt. Madarász még oda piszkált. Zadorozsnyi kapta a labdát egyébként Filippitől. Ukrajnában ez a hármas, a Madarász, Lódi, Gyurcsányi trió Szabó Zoltánnal egészült ki, hiszen ő is Székelyudvarhelyen játszik. Csapattársak tehát. Most viszont Baranyai kerül ebbe a sorba. Baranyai Pali ugye a mobil transzgyőr játékosa, de Gödöllőn sokáig együtt játszottak, tehát azért nem ismeretlen egymás számára négy srác. Természetesen. Hozhatja oldalról játékba a labdát. Viszont Madarász elveszíti. Nagyon fontos volt, hogy megakadályozzuk a keresztpaszt. De még nincs vége, most viszont igen az ukrán támadásnak. Madarász! Rövid. És Gyurcsányi már a túloldalon.
apró centiméternek jelentősége lehet. Egy icipicit lemarad valaki, egy icipicit hosszabb a labda, vagy rövidebb, eldöntheti a világbajnokságra való kijutást. Filippi. Kurszó. Egyébként az még külön motiváció, hogy Brazíliában lesz a VB, szeptember 30-án kezdődik majd. És Brazíliában a világkupán, amilyenik meglehetősen sikeresek voltak, a negyedik helyen végzett a magyar válogatott, ez óriási eredmény. Igen, hát nagyon nagy a névúja magyar futszáváltatnak Brazíliában, rendszeresen küldenek meg kihívókat, nyilván is lehet mindegyiket teljesíteni, elfogadni. De rosszul helyezkedtünk, és mekkora luftot rúgott Kurszav. Egy-két helyen szerencse, aztán talán úgy is sikerül kiutni Brazíliában, hogy két mérkőzés áll. Szinte lehetetlennek tűnt ezt elhibázni, amit Kurszav most elrontott. De az biztos, hogy a mieink egy sima szögletnél nagyon rosszul álltak fel. Mert ott nem lett volna szabad eljutni a hosszú íg a labdának. Most egy magyar sarokrúgás. Baranyai fut be, és igyekszik zárni! Gyurcsányi! Ami az egyik oldalon kimarad, annál sokkal kisebb lehetőségből lesz volna a másikon. Szenzáció! Meg úgy kérem szépen, pontosan annyi az eredmény, amennyi volt Ukrajnában. Pontosabban annak a fordítottja. Egy ember blokkol a rövidre befutó Baranyai, ő nem tud kilépni, a másik után pedig nem ér oda. Lehet, hogy középíték hozzáér egyébként valaki, és vagy Madarász, vagy az a 8-as számú Hurszok, aki a mi kapunknál nem volt ilyen ügyes. Hát ezt mondtuk, hogy a csodához szerencse kell, gól kell, és higgyék el, kedves nézők, hogy tényleg csoda lenne a kultán, és világra szóló dolog lenne. Ugye az idegenben lőtt gólok számítanak, igen, Kurszov a gólszerző, nem Madarász. Az egyik kapunál nem sikerült Kurszovnak, a másiknál a számunkra megfelelőnél igen. Lodi! Új, majdnem öngól! Madarász elől akart menteni Makájem. Végül sikerült neki. Addig is a vasat, amíg meleg. Talán az ukránok ellen kifizetődő stratégia lehet az. Ez, mert hogy tényleg úgy tűnik, hogy zavarba jönnek a bekapott gól után. Lodi. Cseller indul. Madarász. Visszazár Madarász. Rogacsovat lassította. Makájev. Vahula. Fölé. Egyébként, amennyiben miközben az iménti helyzetünket láthatjuk még egyszer, azért nagyon meg kellett nyújtani a lépést Makájevnek, mert hogyha eljut Madarászhoz, akkor ez nem marad ki. Szóval, amennyiben 3-1 a végeredmény, akkor 2-5 percet hosszabbítás következik, egyébként pedig, mint mondtam, az idegenben lőtt több gól dönthet a továbbjutást, illetően egy 2 gól a differenciánál. Jó lenne, ha nem hagynánk sem egyikre, sem másikra, persze. Vápula. Filsenko. Nagy István vele szemben sort cseréltünk, nagy buktat, egy ütemet késett. Igen, a második sorunkon most nagy a nyomás, nem szabad, hogy gólt kapjunk, tehát ők már teljesítették a feladatot, nem kapunk gólt. Egyébként Nagy Gábor állt be ebbe a sorba. Nagy Gábor az Aramis játékosa és egy rutinos futballista. Ő ott volt annak idején, az Európa-bajnokságon járt magyar csapatban is 2005-ben, egyébként 33 esztendős. Valóban sokat látott, sokat tapasztalt.
tapasztalt futsalban válogatott szinten is. Megint valamire készülnek egy közurára az ukránok. Makájev és Rogacsov a labda mögött, a hosszú oldalon pedig Szilcsenko. Rogacsov elfut onnan, aztán egy egyszerű megoldást akartak. Szente, meg kell tartani, ez az. Nagy István. Nem fújják be, Makájev. Szép szerelés, nagy javító. És most lehet menni, ez a tár. Ez nem fújta le. Ez nagyon-nagyon egyértelműleg tűnt. Makájev, vigyázni rá, mert ő remekül cselez. Viszont nem olyan jó passzol. Hát ennyire vannak velünk a játékvezetők. Nem tudta megkerülni ellenfelé, de nem azért nem tudta Nagy István, mert nem volt benne meg a szándék. Kitette a lábát az ukrán játékos, több mint nagyon szabad. Egyébként jobban járt volna Nagy, hogyha letolja balra németnek, de nem ezzel múlt, mert ettől még folytatódhatott volna az akció. Lejött Szabó Zoltán is időközben. Német. Nagy István helyén. Hoppá! Egy icipicit fontosabb lövés. Milyen jó lett volna. Német remekül alakított kilövő helyzetet. Ott is volt a sarok, de még leért lábbal az ukrán kapus. Szóval Nagy Istvánt váltott a Szabó Zoltán ebben a sorban. Nagy Gábor. Német. Nem ért hozzá vendégláb. Német ugyan úgy érzékelt, hogy súrolta az ukrán játékos cipőjét a labda. Ettől még nem lesz a miénk. Nagy Gábor, ismételni kell. Szente, nem féltette magát Szabó Zoltántól sem. Inkább legyünk ott ketten, mint senki. Erre a miénknél Szente. Remek passz Szabó Zoltán. Ez sem utolsó. Szente. Szabóval vált. Madarász. Nem kell bántani. Tóth Gyula. Zamyatin lőtt el. Egyedül volt, nem nagyon tehetett más. Nagy Gábor. Madarász. Nagy megy. Rárúgják a labdát. Rendkívül rosszul sikerült kidobás, hiszen törli meg a kezét. Aztán némiképpen félszegen néz a kispad felé. Nem nyugodtak, nem nyugodtak az ukránok. Nem is lehetnek azok. Sejthető volt őszintén szólva, hogy a román cseppárharc lesz a legkiegyensúlyozottabb. És azután talán a magyar-ukrán. Ennek megfelelően az a meccs, az a páros meccs idegenben lőtt több góllal dőlt el a csehek javára, ez pedig pillanatnyilag, mint már mondtam, meccs nullra áll. Nagy hármasunk lőtt volt a Madarász Gyurcsányi Lódi hármas. Most azt mondom, hogy a közönségnek ez a plusz egy gól, ha bejön, amit a hazai pár. Egyébként, amit említettem Makájevvel kapcsolatban, hogy eddig valamennyi mérkőzésén gólt lőtt az ukrán válogatottnak, az igaz Gyurcsányira is, annyi eltéréssel, hogy ő most már Ukrajnában, illetve most is, tehát nem eddig, hanem ezzel együtt minden meccsünkön betalált az ellenfelek kapujába. Gyurcsányi, Nagy Gábor, Filip Csentel, Gyurcsányi, erőszakos, Madarász, Gyurcsányi, hosszú lesz neki, még odébb kotorja, nincs büntető. A kapus ütötte el végül a labdát, ezért nincs büntető. Kicsit rövidebb talán a
passz. Madarász passza. És az ismétlés valóban a játékvezetőt igazolja. Lisenko nagyszerűen védett, el kell ismerni. Maranyai, Gyurcsányi, Lódi. Maranyai, vigyázni. Tóth Gyula. Madarász már belépett Filipiv mögé. Zadorozsnyi. Filipiv, aztán Gurszov. A főpassz, hogy jobban oda kellene figyelni a Tóth Gyulának. És a Madarászra játszik fel a labdát. De meg kell találni azt az ütemet, amikor a Madarász a védő előtt van. Filipiv. Gurszov. Vigyázni, mert Filipiv lőtte a góljukat, most pedig elsúlyan a labda a kapuka mellett, milliméterekkel csupán. A kapu nagy része takarva volt, de lett volna még hely egy labdának ott a sarokban. Kihagytak egy helyzetet, mindig gyújtunk egy gólt. Jó lenne, ha akadna még erre példa a későbbiekben. Madarász megy. Lódi. Maranyai mutatja magát. Nem bántottuk szerintem. Egyszerűen összeomlott Gurszov. Kíváncsi vagyok az ismétlésre. Megpróbál belépni Lódi elé. Kint volt a kéz, mindkettő ugyanannyira szerintem legalábbis. Már nincs mit tenni, befújták, pontosabban van mit tenni, ki kell védekezni ezt a szabadrúgást. Igen, csak hát a másik oldalon ennél sokkal nagyobb falt ment el, ennél a játékvezetőnél. Maranyai állod a Filipiv mellé a kapufához. Zamyatin és Kurszov. Kurszov! Indul Gyurcsányi. Zamyatin. Az, hogy ilyen szűken húzták le lövésre, ez egy meglehetősen jó megoldás volt. Itt nincs alkalma a védőknek közbeavatkozni. Baranyai, Madarász, Baranyai, valahogy maga elé próbálta tenni, Lódi jön vissza, Gyurcsányi, és ott van elő Baranyai, belenyúlnak. Szenzációs a Madarász csapkodása. Lehetősen régen van bent ez a sorunk. Kicsúszik a labda. Makájev. Hát igen, az a kérdés, hogy mennyire fogja ez a sor bírni a szintet utolsó terhelést. De bírni kell. Lódi keresztpassza sikertelen. Le is megy. Ne, hogy rosszkor cseréljünk. Beért Szabó Zoltán a pályára. Makájev. Filsenko sikerül blokkolni, aztán majdnem sikerül lelőni bennünket. Minden esetre a mennyezet az hullik a gyöngyösi csarnokban. Ez egészen káprázatos lett volna, kicsit túl tudott már a labdán Baranyai. Nagy. Német. Nagy Gábor. Szabó, Nagy Gábor ismét. Szente Németnek. Nem engedték, hogy hozzáférjen. Igaz, hogy meccs 0 van, de úgy kell futballoznunk, hogy gólt nem kaphatunk. Így van. Mert az ukrán gól az duplán számít most már. És akkor nekünk már kettőt kell előni a további futáshoz.
hátra dőlve, de cseppet sem nyugodt arccal Kozma Mihály. Szente. Szabó. Nagy Gábor. Szabó. Szente lép be a játéka. Hosszú aztán Szabó Zoltánnak. Ez a hármas is egyébként, ez a nagy Szabó Szente hármas is tökéletesen ismeri egymást, csak Gödöllőből. Bár ott mondjuk nagy nem is játszott, hanem inkább az Aramisból még azt megelőzően ott együtt futszaloztak. Nagy Gábor áll oda, hogy ne tudja Makájev gyorsan elvégezni az oldalrúgást. Filsenko. Rogacsov Makájevnek. Új ember az ukránoknál, bemutatkozásképp nem túl fényes, Románov. Német. Csak nehogy meglépjenek belőle, nem sikerül. Német. Három hiba egymás után Német Pétertől. Megúsztuk, de nehezen fér bele. Három ilyen hiba. Nagy Gábor. Német. Német. Mi jöhetünk oldalról. Szente Szabó Zoltán. Makájevről megy ki. Megint Szente állítja le a labdát. Szabó Zoltán jöhet mögüle. Német pedig középüt. Ugyanaz. Egy-egy másodperc megy el ezzel. Szabó leállítja most. Szente. Szabó. Nagy Gábor. Német. Ott van Szente. Gyorsan visszaszerzi. Nagy Gábor. Majdnem így lett jó. Két rosszul sikerült lövési kísérletből. Szente ez hosszú lesz. De mindegy, hogy. De valahogy eljusson még az ukrán kapuba a labda. Romanov. Szabóról ment ki. Szente jelzi közben, hogy ő már lemenne, majd ha meg lesz a labda. Igen. Rendkívül párás a levegő, most már fog a levegő a pályán. Szente megy is le. Sőt, mindenki más. Bent van Madarász, bent van Gyurcsányi, és Baranyai, ha jól látom, Szabó Zoltán. Maradt tehát még. Madarász. Baranyai az alapon. Óriási Baranyai Pali. 100. Csak belőtte a Pali. Nem ment neki megugrásból. Megy azonban egy ilyen hihetetlenül kiszorított pozícióból. Amikor nem volt más megoldás. Csak a kapura lövés. Kihagyta az ütszert Ukrajnába, és itt is, és ilyen helyzetben pedig óriási gólt lő. 100. váltott mérkőzésen, azt hiszem, hogy ennél nagyobb dolog nem történhetne vele. Persze egy még történhet a további a világbajnokságra. Hosszabbítás most már biztosan nem lesz. És most mi vagyunk nyerekben? Persze mindent borítana, de óriási
különbség az, hogy most nekik kell szaladniuk először a párharc folyamán az eredmény után. Zamyatin meg kell állítani, sikerült is megállítani Ivanovot. Az itt a vége az fantasztikus lesz, hiszen itt majd időkérések, kapus lecserélések, tehát itt minden még benne lehet a végjátékba. Nagyon jól pattant egyébként, láthatjuk az ismétlésen, Baranyai előtt a labda, és ezt maximálisan kihasználta. Korszab, Kóth Gyula, biztonsági megoldás. Tőlem már vége lehetne a mérkőzésnek. Mindannyiunktól. Eddig szívesen néztük. Most már nem annyira. Ez viszont igen. Gyurcsányi rendkívül hasznosan játszik. Nagyon kell a közönség. Kétsér is a közönség biztatása. Elképesztő egyébként a hangulat. Szenzáció, hogy felemelő lehet ezt a pályán lenni. Meg kell, hogy sokszorozza az erőnket. Madarász vetődik, elkerüli a kaput a labda. Zamyatin tüzelt. Itt az ukrán kolléga már az öklét rázta, hogy volt ütepelt. Nem az volt. Picit rezgett a háló. Náluk meg rezeg a léc. Filipov szabálytalan. Madarász tartogatta a labdát. A visszapattanó zörgette meg a hálót. És az összezavart egy kicsit az ukrán válogatott stábjához tartozó úriember. Aztán egy védés Viszenkótól. Nem kapta meg a kellő védekezést, Kurszovot teremti le. Baranyai, Gyurcsányi, Baranyai, Lódi, Gyurcsányi, jár rá a labdára, Lódi, Baranyai. Remek labdatartás most. Gyurcsányi kizárja a védőjét. 3-2-be mehetünk. Gyurcsányi. Madarász még ott van. Sokkal több volt ebben a lehetőség. Egy fontos passz kellett volna. Gyurcsányival szemben jól védekezett egyébként az ukrán játékos. A passzsávokat egész jól lezárt. Baranyai felemeli Lódinak. Gyurcsányi, Madarász. Meg tudja tartani? Nem. Madarász lemegy, egyre sűrűbben kell cserélnünk, ne csodálkozzunk ezen. Nagy István jött be a helyére. Baranyai, nem volt senki a hosszún, ilyetlen néztem ki a szélre, nem jött ukrán szerencsénkre. Biztos, hogy a hajrához érkezve néhány játékosnál egyre inkább elfogy a levegő, így aztán rések is keletkezhetnek a védekezésünkbe, jó lenne lőni még egyet. Szállom függjön a győzelmünk, a továbbjutásunk. Nagy István, benne még van erő. Aztán viszont zuttatják a nagyot, sőt Baranyainak is odarúgnak. Ivanov volt az. Ez itt Borszev, és utána Ivanov. Az egyiket a kettő közül nem tudom, melyiket kiszúrta a spanyol játékvezetői. 2-2 a szabálytalanságok száma. Szorít a nyakkendő. A felső gomb már nincs is begombolva az ukrán szövetségi kapitány ingén.
Kocsányi, Lódi, szép a csel, Lódi most kifelé, lőd el Tamás, nagy dőr rá, neki kellett volna hagyni, Baranyai rossz a pozícióban volt. Egymás zavarták most a magyar játékosok sajnos, de az látszik, hogy helyzeteink lesznek, hiszen az ukránok a kockáztatniuk kell. Igen, Baranyai valószínűleg nem érzékelte, hogy ott van Nagy István is, akinek most védekezésben kell nagyon odafigyelnie Szilsenkóra. Filippi. Szilsenkó. Nagy mellett. Filippi. Lefele nem szabad engedni. Lefele indul Tóth Gyula. Szilsenkónál a labda megint. Makájev. Rogacsov. Épp, hogy elkerüli a kapunkat, és hozzá kellett érnie Tóth Gyulának is. Így viszont akkor nagyon nagy védés. Baranyai mögül takarásból. Elillant a második félidő fele, de attól tartok, ez a hátralévő 8,5 perc nem elillanni fog, hanem szambog majd az idő. Szilsenkó elmegy Baranyai lábai között. Filippi, Szilsenkó, ők ketten próbálnak lövőhelyzetet kialakítani. Szilsenkó elakad, Nagy Gábor. Jó Lódinak, zár ki Filippi, Tamás Filippi felé-felé, nem sikerült már. Madarász mellett pedig tovább teszik. Jó, Makájev. Hát lesz itt is ott is helyezett. Remélem, hogy még tudunk volt lőni. Nagy Gábor. Szabó. Kint volt. Szilsenkó. Kimegyünk rájuk. Meg tudjanak szabadon akadálytalanul építkezni az ukránok. Lisenko, mihez kezd a kapu? Ez nagyon jó. Tóth Gyulától többen is kérik, Szabónak adja. Szabó Zoltán, Nagy, Madarász. Távol tartja az emberét a labdától. Nagy Gábor, Madarász. Jön a segítség, Szente. Szabó Szente, Madarász, ügyes labdatartás, és nincs kinn a labda, azaz mennek a másodpercek. Szabó Zoltán, most kint lesz a labda. Nagy Gábor, kiesik a pályáról, de a célját elérte, elvitte a labdát. Madarász mutatja, hogy megint le kell cserélni. Most már keveredés van, jókora keveredés a sorok között. Hát igen, most van egy fordpontunk. Nem bánnám, hogyha az ukrán edző időt kérne, ami időnkben menjen el, és erre tudnák adni is a sorokat. Madarász megtartja. Nagy Gábor. Szente. Szabó Zoltán. Előtte van. Lassan. Vette észre Szentelőne, miénk a labda. Rogacsov lábát elvitte. Rogacsov mutatja, hogy törölni kéne ott, ahol ő elesett. Az látszik, hogy mind a két csapat elfáradt. Ott is törölni kell egyébként a mi hatosunknál, ezt mutatta meg a tartalékjátékvezető. Iszonyatos energiákat mozgósítanak a játékosok mindkét oldalon. Aha, ott nem törölni kell, hanem a hatos vonalában keretkeztek károk. Tóth Gyula dolgozik rajta, hogy újra rendben legyen, és folytatódhasson a mérkőzés. A törlés is lezajlott időközben.
tessék kérem visszajönni. Folytatódik a mérkőzés. Egyenpólóban a gyöngyösi kézilabda szurkolók. Ő részesei ennek a csodás hangulatnak, persze a pályán lévőkön kívül. Ősztől már lesz Gyöngyösi utcán csapat. Vigyázni, Nagy Gábor. Románov kísérleténél blokkolt. Hadarász pedig úgy tűnik itt a törlés a technikai szünet alatt kifújt annyira magát, hogy mégsem kellett lemennie még. Vállalt egy picit. Nincs labda egyelőre, amellyel az oldalrúgást elvégezhetnénk, de mi nem sietünk, hogy visszahozzuk az ukránoknak sürgős volt. Az én szememben mindenképpen hősök lesznek azok a srácok, már mindenképpen. Szerintem vagyunk ezzel így néhányan itt. Én is azt gondolom. Szente. Kód Gyula. Majdnem el tudta emelni a tetőszerkezetet alkotó gerendák, vagy nem is tudom mik ezek között, tartó oszlopok között. Az azonban nagy bravúr lett volna, valljuk be. Vilsenko, hogy vette le? És jó a keresztpassza is, Kurszom. Jújj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 
Hívjuk ezt égi jelnek. Együtt. Egyébként Szabón perdült fel a labda. Róla került aztán a kapufára. Kurszov. Tóth Gyula elsuhant a lábak mellett. Bente hozzáér, ezt jelzik a spanyol bírók. Ha jól látom, igen, ezt jelzik a spanyol bírók. Az ukránok is elindultak, hiszen senki nem ért hozzá. Tóth is csak a vonalon kívül lesz, még leokézták a spanyolok, hogy azon kívül milyen látomásai voltak a képen látható játékvezetőnek, azt nem tudom. Filipin. Szilsenko. Nagy Gábor képes lábbal követni. Filipin. Nagy István mellett. Kurszov. Nem volt szabálytalan az árás. Szabó Zoltán kezéről, testéről, vagy a teste mellé szorított kezéről pattal le a labda. Hát... ez a játékvezető azért nem tartozik a kedvenceink közé. Remélem Számt is nézi a második fél időt, aki azt a szép üzenetet írta. Filipin. Filipin cselezget Nagy István mellett. Kurszov. Filipin ismét. Belopja magát középre, aztán eltalálja a Szabó Zoltán. Szabó pedig időt szeretne kérni. Oldalról arcon lőtték. Szerintem mutatja, hogy áporásra van szükség. Nem bizony a látás. Zavarai is lehetnek Szabó Zoltánnak. A forrát is megcsípte a labda. Mégsem kell az ápolás, nem adott jelt, nem adott engedélyt erre. A spanyol játékvezető a válláról csúszott fel, szerencsére nem telibe kapta. Köszönjük szépen, labdához jutunk. Szabó nagyon hasznosan játszik egyébként. Tóth Gyula. Szabó nem ér hozzá, Nagy István ér a labda. Szabó vissza Nagy Gábornak. Nagy visszarúgja még Kurszovra, tovább engedik a bírók. Neked van a passzolja a kabina. Most viszont szépen
tartja meg. Nagy István. Majdnem átfűzi az ukránt, aki aztán átesik nagyon. Makájev. Kurszov. Belül vagyunk az utolsó 5 percen. Filipin. Kurszov. Filipin megint. Befelé. Kapufára tornázta Szól Gyula. Filipinre nagyon vigyázni, nem lehet befelé engedni ezt a 13-as számú ukrán játékot. Zseniális mérdés. Azonnal cserélünk is, Nagy István lemegy, Lóni van benn. És benn van Gyurcsányi, benn van Madarász is. Kozma Mihály mosolygós, felpattant a helyéről, és aztán ráparancsolt a harmadik játékvezető, Francisco Peña Díaz, hogy üljön vissza. Hát akkor ő még biztos nem ült edzői kispadon ilyen helyzetbe. Igen. Filipit keresztbe. Szélsenko. Filipin. Egy jobb lábas a bal oldalon, egy bal lábas a jobb szélen az ukránoknál. Egyértelmű a cél. Befelé menni, és kapura lőni. Lisenko fel. Kurszov. Gyurcsányi hozzáér, de nincs kint a labda. Szélsenko. Makájev. Szélsenko. Makájev, és egy nagy blokk, Zente. Filipin. Kurszov, még egy passz, és közben nyúl Zente Tamás. Valahogy ki kéne jönnünk egy kicsit ebből a nyomástól, mert nagyon ott vannak a kapunk előtt. Újabb perc telt el, 4 a végéig. Kurszov. Zamiatin. Filipin. Filipin tolja befelé. Ezt nagyon-nagyon jól csinálja. Gyorsan, hatékonyan, még hogyha most nem is jön össze a jó lövés. Itt van ez a szenzációs Tóth Gyula reflexvédés. Időkérés. Igaz. Az ukrán csapat kér időt, tehát lehet, hogy arról beszélnek majd, hogy mikor hozzák be a kaput. Ugye ide! Várható volt, hogy már időt kérnek, és megbeszélik a hármat. Le fogja hozni a kapust! Rómus! Abban a pillanatban, hogy ő három embert előre tesz, akkor át kell mennünk négyzetbe. Meg kell akadályozni, le kell támadni őket. Egyébként is a mérkőzés egész végig le kell őket támadni, hogy minél később essünk bele ebbe a kiszolgáltatott helyzetbe. Legalábbis az összeállítás. Szerencsére a tartalom nem. A 100-ból 99-szer egy magyar futballcsapat biztos, hogy elveszik egy ilyen meccset. Én remélem ez az egy, ami végre a magyar futballnak szerencsét hoz. Bár úgy lenne, 89-ben járt világbajnokságon a magyar válogatott futsal világbajnokságon, akkor még gyerekcipőkben járt ez a sportág. A mieinket is nagypályás játékosok képviselték, Zsatányi László lett egyébként a gólkirály, és lehozták az ukránok a kaput. Filipin. Az nem büntető. Tóth Gyula. Üres volt a kapu. Ha indítás, ha pontos indítás lett volna, azt sem bánjuk, de örüljünk, hogy elrúgta Tóth.
lefel fog futkozni az ukrán kapus, amikor náluk a labda lejön, elveszítik vissza a fut. Baranyai nem hagyja, hogy a labda után lépjen Szilsenko, most bent van Lisenko az ukrán kapus. Gyurcsány oszt ki egy kötény, de Makájevé a labda. Furszon. Most lehozták a kapust, Zamiatin egyébként a vészkapus ilyenkor. Furszon. Zamiatin. Filipin. Benne érzem a legtöbb veszélyt. Eljut a hosszúra. Köszönjük. Mert ez ezen a szinten Zicsernek számít. Egyszer meg tudnám csinálni a labdát, akkor ilyen kapuk. Az a veszélyben van az az ukrán részről. Lefúj a szabálytalanságnak a spanyol bíró. Azt, amikor Gyurcsány egyértelműen igaz hátulról, de az ellenfél lábai közében nyúlva kiszállja ki a labdát. És aztán kap egy sárgát az időt reagálásért. Befogta az ukrán. Körmetnek Gyurcsányira onnan a kispad mellől Romanovék. Lehozták persze megint a kapust, hiszen ővék a labda, Hurzov. Filipin. Most lehet menni. Filipin. Visszakényszerítjük őket, Hurzov. Gyerünk, Pali. Egy kicsit bátrabban, egy kicsit határozottabban. Persze kevés már az erő. Filipin. Most majd van akkor. Üres kapuk. Madarász mutatja, hogy cserélni kell. Volt szereznek az ukránok. A gólszerző Szilsenko. Betérdelte. Fő két perc van hátra. Kozma Mihály pedig azonnal időt kér. Két percünk van rá. Egyébként láthattuk közben az ismétlést. Remekül kidolgozták ezt a létszámfölényben ezt a támadást. Az ukránok Makájev tökéletesen lőtte át a hosszúra a labdát. Az a bosszantó, hogy majdnem labdát szereztünk, és abból jött ez a támadás. Az a bosszantó a magyar futballban mindig egy kevésen múlik. Várjunk még, nincs vége. Madarász. Ő a vészkapus pillanatnyilag. Jól védekeznek az ukránok. Baranyai, Nagy István. Baranyai. Madarász le a sarokba. Lódi. Baranyai. Visszafelé nem lehet. Madarász. Lódi. Madarász, üres a kapu, ezzel el fog dőlni. Eldőlt. Filippi. Ők nem veszítették el a labdát, mi elveszítjük.
itt sajnos a fáradtság is benne volt ebben már biztos. És visszajön Tóth Gyula. Most már nincs értelme észkapussal játszani. Viszont van értelme megnyomni a hátralévő másfél percet. Lódi, Gyurcsányi. Még nem lövi el, most már nem tudja. Ott volt mindig egy ukrán, és Nagy István pont onnan lépett el, ahová a labda érkezett. Tóth Gyula fejjel, jó helyre, Nagy István. Nem ért hozzá ukrán játékos. Baranyai ollózni szeretett volna Ivanov, ez meg kiúsult. Nagy István, Lódi, nem tud elmenni egy az egyben. Ilyen, de már lefújja a játékvezető. Ennél sokkal kisebb szabálytalanság, ez sokkal kisebb szabálytalanság volt, mint amit nem fújt le. Az ukrán pedig azt hitte, hogy ő jöhet majd, viszont most lent a kapusunk. Kár, hogy nem tudtuk időben elvégezni a szabadrúgást. Baranyai. Lódi. Baranyai. Madarász. Nem találja el a kaput. Gyerünk lefelé. Nem mert lemenni Madarász cserélve. 50 másodperc a végéig. És látják ezt az ukránok is, hogy most nincs kapusunk. Kurszov. A Madarász elveszette a labdát egyébként, fújtak már olyan érfalkatók, hiszen azért meglőtték a gól előtt. Igaz, de Gyurcsányi első labdaszerzése a második góluknál is valami hasonló körülmények között született. Madarász kiviszi az ukrán. Gyurcsányi. Miénk a labda, bizony a miénk. Szilsenko nem nagyon akarja hagyni, hogy elvégezzük az oldalrúgást. Nagy István mögé a perdítés. Lassan arra kérlek majd, Attila, kérlek, dönts arról, ki volt a miénk legjobbja a meccsen. Azt gondolom, hogy remekül helyt állt a csapat. A himnuszból a balsós megint előjött. Már amit lehet a balsósra fogni, de sajnos pont olyan 4-1-es állásnál mondtam ezt, hogy ilyen meccseket általában magyar munkában, vagy a magyar sportban elvesztünk. Hát ez sikerült megint sajnos. De azt gondolom, hogy csak jó teljesítmény. Talán a gól és az, hogy századszor váltott Baranyaival érdemelné meg ezt a címet a mérkőzésen. Baranyai Pál, aki éppen tovább teszi a labdát. A mérkőzés legjobbja, Lódit szerelik. 3 másodperc a végéig. Győzünk, de keserű győzelem ez. Madarász még blokkolja a labdát, 4-3. Ugrál az a kevéske ukrán, aki itt van Gyöngyösön, mert egy hihetetlen küzdelemben kiharcolt továbbjutáson vannak túl. A magyar válogatott előtt is... Szél Tamási a szó. Köszönöm szépen, Baranyai Pál, a mérkőzés legjobb állít mellettem, mert nyilván nem lesz ez egy túl jókedvű beszélgetés. Gratulálok, te lettél a mérkőzés legjobbja. Nem sokon múlott. Én még órát ilyen lassan van szorogni, nem láttam, hogy 4-1 után gondolom, valahogy ti is így éreztétek. Hát én is így éreztem belülről, és nagyon sajnálom az egészet, hogy Gyöngyös közönségnek nem tudtunk örömet okozni, de... Bocsánat, én úgy látom, hogy nagyon boldogok, csak ennél is nagyobb lehetett volna talán. Hát igen. Boldogok, de mi azért annyira nem vagyunk boldogok, sírni tudnék, mert nagyon közel álltunk, hogy kijussunk a VB-re. Gondolom, itt a végén elfogyott a szúfla is. Hát igen, egy picit elfogyott, úgy érzem, meg nem figyeltünk egy kicsit kellőképpen oda a védekezésre. Azért gondolom, mégis ebből a mérkőzésből lehet erőt meríteni a közönség reakciójából, és egyáltalán, hogy ilyen közel sikerült jutni a világbajnokságra való kvalifikációhoz.
Hát én úgy érzem, hogy igen, lehet. Remélem, hogy az EB-re még jobban össze tudjuk kapni magunkat, és akkor ott már egy jó eredményt tudunk elérni. Így legyen, köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok, és érkezik is ide a szövetségi kapitány. Hát nagyon kevesen múlott ez, sajnos nem sikerült. Igen, sajnálom a srácokat, mert úgy érzem, hogy mindent megtettek azért, hogy majd siker legyen, és tovább tudjunk jutni. Tényleg egy hajszálon múlott, azt kell mondjam, de hát most már nem akarok mentegetőzni. Azért néhány srácnak utolsó lehetősége lett volna egy világversenyen részt venni, és sajnálom őket, hogy nem sikerült. Hát majd az Európa bajnoki döntőben megpróbálunk valami mást. Pedig nagyon közel voltunk hozzá, annak ellenére, hogy nagyon rosszul indult ez a mérkőzés, de sikerült fordítani. Hát közel voltunk, de hát a futballban ilyen ez van. Hát most nem vagyok nagyon csalódott, mert a játékosok mindent megtettek, úgy érzem. A végjátékot nem bírtuk, sajnos. Hát ez talán magyar betegség, más sportágokban is ez szokott előfordulni, a végjáték. De egy nagyon jó ukrán csapat volt, amelyet most ma lefotballoztunk a pályáról, és a végét sajnos nem bírtuk, nekik elég volt. Igazából kinti 3-1 az pecsételte meg a sorsunkat. Köszönöm szépen, és további sikert kívánok a munkához. Hát szomorú lehet az ember, de szerintem szégyenkezni egyáltalán nem kell. Ezzel innen Gyöngyösről Matusz Krisztián és a többi helyszínen dolgozó kollégám nevében köszönjük a figyelmet. A Budapesti stúdiója szó. Ami többször szóba került már, mint az Európa-bajnokság 2010-ben magyar